Köszöntöm a nézőket. Az ünnepi beszélgetések vendége Molnár Krisztián, aki a Fejér megyei közgyűlés elnöke. A 2020-as esztendőre tekintünk egy kicsit vissza. Köszöntöm itt a stúdióban. Kezdjük csak, én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Hát amikor így átgondoltam, hogy meg hát fel is készültem nyilván, hogy mi minden történt mondjuk a Fejér megyei közgyűlés, a Fejér megyei önkormányzat szempontjából a 2020-as évben, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok eseményt láttam. Én egy kicsit úgy éltem meg személyesen ezt az évet, hogy azért a koronavírus első hullámában egy kicsit lelassultunk. Tehát én, a családom, egy kicsit a munka is olyan volt, hogy kicsit nehezebb volt témákat találni. Mi volt a helyzet így az önkormányzat szempontjából, a közgyűlés szempontjából így a 2020-as évben? Hát sajnos a 2020. év nem úgy alakult, ahogy akár a tavalyi ilyenkori beszélgetés során azt elemeztük, hogy mit várhatunk a következő évtől. Ugye jött ez a pandémiás helyzet, ez a világjárvány. A számunkra egyébként az élet egy másodpercig sem állt meg, tehát amiket mi célul tűztünk ki, mind a fejlesztések tekintetében, mind a programjaink tekintetében, azokat nagyon szigorú határidőkkel, szigorú vállalásokkal vállaltuk teljesíteni, és teljesítettük is. Emellett nekünk ez a pandémiás helyzet az egy nagyon-nagyon sok plusz feladatot jelentő tevékenységet eredményezett. Természetesen a legfontosabb az az emberek életének a védelme volt, ezért annak ellenére, hogy központi döntéshozatal és központi védekezés zajlik az országban jelenleg is, de mi is próbáltuk hozzátenni azt, amit itt középszinten vagy helyi szinten a településeken hozzátehettünk. Tehát azzal párhuzamosan, hogy az élet nem állhat meg, és folytatni kell a fejlesztéseket, folytatni kell a célkitűzéseink eléréseit, folytatni kell a fontos programjainkat. Emellett a magunk módján a védekezésben és a védekezés irányításában is folyamatosan részt vettünk, mind a települések vonatkozásában, mind az önkéntes segítők vonatkozásában, vagy akár a Megyei Védelmi Bizottságban is, melynek jó magam is tagja vagyok, illetőleg azon szervezetekkel, akik az első frontban küzdöttek és küzdenek jelenleg is, mentősök, orvosok, egészségügyi dolgozók, de mondhatnám a rendőrséget is, a katonákat is, az önkéntes segítő szervezeteket és a helyi önkormányzatokat is, akik szintén példásan kiveszik a részüket. Folyamatos háttérmunkát jelentett számunkra ez a mind a tavaszi, mind az őszi pandémiás időszak. Tehát én inkább azt mondanám, hogy egyfajta többlet teher hárult mindannyiunkra, és nem csak lelkileg, és nem csak a hétköznapjainkra, hiszen önmagában az egy nagyon rossz érzés úgy dolgozni, hogy látjuk, hogy hányan betegednek meg. Sajnos látjuk azt is, hogy sokakat nem sikerül megmenteni. Ez nem az egészségügy és nem az orvosok hibája, hanem annak a hibája, hogy ténylegesen egy, hála Istennek, az elmúlt időszakban nem látott súlyosságú világjárvány érte minket, amin jó Isten segedelmével én tényleg azt kívánom, hogy minél előbb legyünk túl, de ezzel párhuzamosan az élet az nem állhatott meg, és mennünk kellett tovább. Ugye mondta is, hogy a fejlesztések sem álltak meg, és tényleg, ahogy készültem, hát a rengeteg beruházás valósulhatott meg. Rögtön így januárban voltunk együtt egyébként egy fantasztikus bejelentésnél, ott lehettem én is, ugye a Váli Ürményi Dréher kastély, hogy megújulhat. Mikor is újulhat meg ez a kastély, mik a tervek vele? Több lépcsőben fog megújulni végre a Váli Ürményi kastély. Hála Istennek Magyarország kormánya úgy döntött, hogy nemzeti forrást biztosít számunkra a Velencei tó Váli völgy Vértes térségi fejlesztési tanácson keresztül. Ez az a tanács, ami a Pannonivel szíve projekteket viszi Tesszeri Zoltán miniszterelnöki biztos úr irányításával, és talán elismerve azt is, hogy az eddig megvalósított fejlesztéseink gyorsan és sikerrel lezárultak, gondolhatunk itt akár az egyheki fejlesztésekre, vagy a Bicskés Tarján közti 40 km összefüggő kerékpárút fejlesztésünkre, de mondhatnám az egyéb fejlesztéseket is, amit a tanács végzett, vagy akár a Velencei tó környéki fejlesztéseinket, ezt is elismerve, és Tesszeri Zoltán miniszterelnöki biztos úr tevékenységet is elismerve, szintén hazai forrásból, 100%-os állami forrásból több mint 1,4 milliárd forint támogatást kaptunk két célra. Egyrészt a Váli Ürményi Dréher hagyatékok ápolására, a kastély és környezete, a kísérő épületek, a park teljes felújításának megtervezésére, valamint egy teljes új úthálózati elem, Vereb-Vál-Gyúró-Etyek között egy 11 méter koronaszélességű új közúthálózati elem megtervezése és engedélyeztetése, és ez az elsőkörös 1,4 milliárd forintos forrás, nagyságrendileg egészen pontosan 1 milliárd 412 millió forint, de ami még ennél is fontosabb,
kormány az elkötelezte magát az iránt, hogy a tervezést követően a megvalósításhoz is biztosítja a rendelkezésre álló forrást. Annak a nagyságát és a mértékét pont a tervezés alapján fogjuk pontosabban látni, de nagyon sok milliárd forintról beszélünk, csak a kastély vonatkozásában előzetesen úgy látjuk, hogy egy 10 milliárd forint körüli forrásról beszélhetünk, és az útfejlesztés is egy hasonló nagy költség lesz. Így azt gondolom, ez mindenképp egy nagyon fontos előrelépés, aki ismeri Vált, akár csak érintőlegesen elutazott a kastély mellett, az ténylegesen azt látta, hogy ez az impozáns, patináns épület lassan már az enyészeté, és most sikerül megmentenünk ezt a gyönyörű kastélyt, és ténylegesen egy olyan méltó körülményt teremtünk. Természetesen a mai kor kihívásai szerint turizmus, vonzóképesség, ide látogatók minél több időeltöltésének lehetőségének fokozása, olyan attraktív turisztikai elemeket is tervezve, mint például egy sörwellness, vagy akár egy olyan társasági élet számára is nyitva álló pincerendszer, amely reméljük, hogy az ide látogatók örömét fogja szolgálni. Mikor valósulhat meg egyébként ez a fejlesztés? 2024. év végére szeretnénk azt, hogy már a kivitelezés zajlódjon. A magát a tervezést azt jövő év közepéig szeretnénk befejezni. Ekkor a kivitelezés irányába természetesen újabb közbeszerzési eljárások fognak következni, de reményeink szerint 2024 magasságára már azt láthatja mindenki, hogy a beruházások a fizikai megvalósítás szakaszáig is elérnek. Szintén még így az év elején jelentették be közös sajtótájékoztatón egyébként a Fejér megyei civil információs központtal, hogy továbbra is együttműködnek további 3 évre. Mit is jelent ez az együttműködés? Egyáltalán a centrumnak a munkáját mi jellemzi? Hát az EHO és a civil információs centrum számunkra stratégiai partner. Domonkos Tomiék, ahogy a városban őket nagyon sokan ismerik. Eddig is egy hiánypótló tevékenységet végeztek a civil szervezetek életében. Segítették őket tanácsadással, pályázatírással, pályázatok megvalósításával, és mi az elmúlt években ezt a munkát, ezt szorosabbra fűztük, bevontuk őket a mi pályázatainkba, a foglalkoztatási paktumba, több mint 1,3 milliárd forintot költ a megye a foglalkoztatási helyzet javítására, bevontuk őket a helyi identitásfejlesztési pályázatainkba. Összességében több mint 60 megyei település életébe dolgoztunk együtt az elmúlt időszakban, 3-4 milliárd forint összértékű beavatkozással, pályázati célkitűzéssel. Ezt a munkát szeretnénk még a továbbiakban fokozni és erősíteni. Egyrészt a civilek nagyon fontos részét képezik a megye társadalmának is, másrészt a Civil Információs Centrum egy olyan szervezet, akinek múltja van, hagyománya a civilekkel való együtt dolgozás terén, és nagyon komoly szaktudást halmoztak fel, így méltán váltak arra érdemessé, hogy a közeljövőben még aktívabb szerepvállalói legyenek a megye fejlesztésének, a megye társadalmi kulturális életének. Volt egy rendkívüli közgyűlés még szintén így az év elején, ami a bölcsődei fejlesztések miatt vált szükségessé. Egészen pontosan hány bölcsődét érintő fejlesztésről döntöttek még az év elején? Első körben a rendkívüli közgyűlésen 5 milliárd forint plusz megyei top forráskeret, terület és település fejlesztési operatív programból induló forráskeret megnyitásáról döntöttünk. Ezt 31 település vette az elkövetkező hónapokban igénybe. Ez egy hálás probléma, amit a megyében egyre több helyen figyelhetünk. Immáron nem csak a Velencei tó és térségében, ami korábbi években élen járt, hanem immáron Mór, Fehérvár környéki településeken, a városi agglomerációkban, hogy hála Istennek egyre több gyermek születik, egyre több gyermek számára szükséges bölcsődei, óvodai, illetőleg általános iskolai férőhelyet biztosítani. Mondhatjuk azt, hogy robbanásszerű népességnövekedés figyelhető meg a megye több pontján, ehhez az ellátórendszert hozzá kell igazítani. Nagyon fontos és nagyon nagy eredménynek tartottam én magam is, hogy a kezdeti forrásainkon felül, ugye annak idén 32 milliárd forint top forrással indultunk, a fontos plusz forrásokat tudtunk szerezni, egyrészt az úthálózat fejlesztésére a déli térség irányába, de másrészt az infrastruktúra fejlesztés irányába, ilyen a bölcsőde, óvoda pályázatok. Nem árulok el nagy titkot, ezt a következő időszakban is szeretnénk folytatni, és az már most biztán látható, hogy a következő ciklusban, a gazdasági ciklust ugye mindig 6 évben mérjük el, a 2021-27-es ciklusban is nagyon komoly forrásokat szeretnénk rendelni az alapinfrastruktúra fejlesztésre az oktatási intézményeink tekintetében. Igen, akartam is kérdezni, hogy ez a top program, ez folytatódik-e, mert ugye 20-szal ugye bezárult az első 6 év, de akkor ez várhatóan folytatódik. Olyan szinten folytatódik, hogy az már eldöntött kérdés, hogy a program folytatódik, és az is eldöntött kérdés, hogy a területi kulcsszereplő az a megyei önkormányzat marad,
országosan. Korábban többször beszéltünk róla, hogy a megyék végre megtalálták a középszinti szerepüket a konszolidációt követően. Nagyon fontos terület és településfejlesztési feladatokat és forrásokat is kaptak. Források nélkül ugye nehéz lenne a feladatokat ellátni. Az elmúlt időszakban összességében most már azt mondhatjuk, hogy több mint 300 önkormányzati pályázatot tudtunk támogatólag elbírálni. Összesen immáron több mint 38 milliárd forint összegben történt döntés a települések támogatása irányába. Egyébként nagyon fontos fejlesztéseket támogattunk, olyan fejlesztéseket, ami egyik alapcélkitűzésünk volt, hogy ténylegesen helyi igényeken alapulnak. Óvodák, bölcsödék, egészségügyi alapellátás, fejlesztés, felszíncsapadék, vízelvezetés, turizmus, kerékpárutak, ipari parkok, nem utolsó sorban gazdaságfejlesztés, gazdaságélénkítés, a foglalkoztatási helyzet javítása, és ami szintén örömteli, hogy azon kívül, hogy a megyei önkormányzat a következő uniós gazdasági ciklusban is folytatja ezt a tevékenységét, jelenleg úgy tűnik, még nem lezárultak a keretszámok, de most azt láthatjuk, hogy a következő ciklusban mintegy 70 milliárd forint fölött fog a megye rendelkezni terület és település fejlesztési források tekintetében, tehát még további erősödés várható a rendszerben, ami számunkra azért nagyon fontos, mert a lakosság életminőségének javítása érdekében szeretnénk ezeket a forrásokat a következő időszakban is felhasználni, és a korábbi 14-20-as ciklus vonatkozásában nagyon pozitívak a visszajelzések. A településeinken élők valójában úgy érzik, hogy az ő életminőségüket, az ő mindennapjaikat javítják ezek a beruházások, és ténylegesen helyi igényeken alapulnak. Ez nagyon fontos, ez alapvető lenne mindig, de azért az elmúlt időszakban láttunk rá példákat még korábban, hogy adott esetben milyen fejlesztési célok kerültek akár országosan, akár helyi szinten megvalósításra. Korábban sajnos az volt a gyakorlat, hogy voltak központi források, és a települések csak azt dönthették el, hogy mire pályáznak, vagy ezeket igénybe kívánják-e venni. Mi megfordítottuk a gyakorlatot, és most is ezt tesszük, hiszen már a 21-27-es időszak tervezés felhasználásának tervezésénél járunk. Megkérdezzük a településeket, civil szervezeteket, egyházakat, gazdasági szereplőket, hogy ők milyen fejlesztést látnak indokoltnak, és mi ehhez próbálunk forrást rendelni. A csákváriak egy művelődési háznak vagy központnak örülhettek. Azt nem tudom, hogy ez is több forrásnak is köszönhetően valósulhatott-e meg, vagy egyáltalán hogyan jöhetett létre ez a beruházás? A Floriana közösségi térről beszélünk. Ez nemzeti forrásból, zömében nemzeti forrásból, illetve egy minimális települési önrészből valósult meg, összességében 710 millió forint forrásból. Olyan szinten kapcsolódik a TOP forrásokhoz, hogy abban a környezetben valósult meg ez a fejlesztés, ami kimondottan TOP forrásokból újulhatott meg, maga a Csákvári Zöldváros projekt és az új városközpont, és mellette a régi patinás épületek megújítása. Ezek közé került be szintén egy nagyon fontos hiánypótló fejlesztésként ez az új közösségi ház. Ez egy multifunkcionális épület lett, klubházként működik, fontos találkozási színhelye a helyi civil szervezeteknek, és bizony olyan minőségű hangtechnikával és rendezvényteremmel és térrel bír, hogy színházi előadások megtartására is alkalmas. A rendkívül éresre volt szükség egy másik témában is, a klímavédelemmel kapcsolatban. Mi jellemzi a Fejér megyei önkormányzatot, a Fejér megyei közgyűlés munkáját a klímavédelem szempontjából? A klímavédelem egy nagyon fontos kérdés, hiszen a jövőnk egyik legfontosabb elvárás, illetve a legfontosabb megoldandó feladata maga a klímavédelem és maga a környezetvédelem, és ezzel ellentétben a károsító tevékenységek visszaszorítása. Sokan beszélnek erről a témáról, egy felkapott, nagyon népszerű téma, de sokkal kevesebben cselekszenek. Mi azon az állásponton voltunk, hogy nem hangzatos igéket kell megfogalmazni, hanem konkrét lépéseket kell tenni. Mi nem kiáltottunk ki klímavészhelyzetet, nem álltunk ki hangzatos nyilatkozatokkal, hanem elkezdtük a munkát. Elsőként felmértük a megye klímavédelmi helyzetét, és leraktunk egy olyan tanulmányt, a megye klímavédelmi stratégiáját, ami egy hiánypótló dokumentum. Korábban soha senki a megye egészét tekintetében nem végzett ilyen munkát, és nem fektette le az alapokat. Kibocsátások felmérése, negatív környezetnek a rögzítése és javaslattétel egy olyan helyzet megoldására, amely a jövőnk a gyermekeink irányába mindenképpen hat. Ezzel párhuzamosan létrehoztunk egy klímavédelmi platformot,
ahova bevontuk azokat a szakértő személyeket a vízügytől, a levegő, a kormányhivatali szakhatósági szerveken keresztül, önkormányzatok, társadalmi szereplőkön keresztül, akiktől azt reméljük, hogy olyan tudással bírnak, olyan tudásbázissal bírnak, ami a mi munkánkat, a klímavédelmi célkötözéseinket segítik, kulcs szereplők az erdészetek, akikkel a megye fásítási programjában együtt tudunk működni, és az a célkitűzésünk, hogy 1 millió fát ültessünk minden 2 évben, és ezt el is indítottuk. Tehát mi azon az állásponton vagyunk, hogy cselekedni kell, ráadásul egy olyan munkát indítottunk el, amely a maga klímavédelmi stratégiánk és a programunk is egy felülről nyitott dokumentum, egy alapot rögzít, és a kor kihívásainak megfelelően folyamatosan együtt kell működnünk. Talán ha egy pár dolgot említek, azt láthatjuk, hogy ténylegesen a megye elismert ezen tevékenysége vonatkozásában is. Mi kaptuk meg a megyék közül először a klímatudatos önkormányzat díjat, ez egy országos kitüntetés volt 3-4 évvel ezelőtt, és a klímatudatos mentor megye díjat is országosan elsők között a megyék közül mi kaptuk meg. Részt veszünk egy olyan programban, a virtuális erőmű programban, amely a meg nem termelt energia révén, az energiahasználat visszaszorítása révén takarít meg energiát és takarít meg környezetszennyező kibocsátási elemeket. Tehát nagyon sok területen elindultunk, a fásítása, a zöld területek fokozása, épületenergetikai pályázatokat írtunk ki mi magunk és bíráltunk el. Nagyon fontos a felszíncsapadékvíz pályázataink, amelyek szintén a klímaváltozást követő problémák. Gondoljunk itt például csak Bakony-Csernye vonatkozásában, vagy Bodmér vonatkozásában, amikor egy-egy nagyobb nyári villámárvíz, villámeső után a település több utcája és több ház úszik rendszeresen. Hozzáportározókat építünk, és teljes új árokrendszereket építünk ki, útrendszereket építünk ki, hidakat. Ezek egy nagyon széleskörű palettán mozognak, ezek a tevékenységi körök, de ha röviden összefoglalhatnám, akkor mi még egyszer mondom, hogy nem hangzatos kijelentéseket teszünk, hanem dolgozunk e területen is. Már részben azért érintettük ugye a koronavírust, hogy ez egy plusz feladatot vont önre, de önnek, mint elnöknek azért tényleg nagy felelőssége van mondjuk így a lakosság felé a kommunikációban is. Igen, egyrészt személyesen is úgy érzem, és szerintem minden normálisan gondolkodó ember úgy érzi, hogy ez egy olyan kihívás, amit minél előbb közösen együttműködve le kell, hogy küzdjünk, és ténylegesen minden betegért és minden ember életért pótolhatatlan kár, ezért közösen kell védekeznünk. Ezúton is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem mindazoknak, akik napi rendszerességgel áldászk küzdelmet folytatnak ezzel a páratlan vírussal szemben, egészségügyi dolgozók, mentősök, orvosok, házi orvosok, rendőrök, önkéntesek, maga a védelmi igazgatásban résztvevők, a helyi önkormányzatok, de mindazon állampolgárok is, akik azzal segítik a védekezést, hogy betartják a központi előírásokat. A szemléletformálás volt az első és legnagyobb feladat. Emlékezzünk csak itt a tavaszi időszakra, amikor meg kellett védeni a lakosságot, az időseket, adott esetben olyan nem várt problémákkal szembesültünk, hogy hiába hajtják végre a településeink és a településen lakók fegyelmezetten a kért és elvárt védekezési lépéseket, ha Budapestről hétvégenként autókonvojok indulnak a Velencei tó környékére, és teljesen tönkreteszik azt a védekezési munkát, amit lassan és nagy erőfeszítéssel mi felépítettük. De úgy láttuk már a tavaszi hullám végére is, hogy egy jól működő rendszert sikerült háttérből működtetnünk, teljes egészében a kormányzati központi védekezési előírásoknak, elvárásoknak megfelelően. Az ősszel pedig már úgy is indultunk, hogy az emberek számára nem volt új a védekezés, és a hozzáállásuk azt gondolom egy-egy kivétellel ténylegesen példás. Abban bízhatunk, a tényleges megoldás az egyértelműen a vakcina lesz, de immáron, ahogy hallhattuk is, több fórumon belátható távolságban van a védőoltás is, addig pedig arra kell törekednünk, hogy minél több embert megóvjunk és védjünk. Nem egyszerű ez most, pláne itt a karácsonyi ünnepi időszakban. A legfontosabb ünnepünk a megváltónk születésének az ünnepe alkalmával, ha csak egy bevásárlóközpont vagy egy bevásárló rész irányába elmenjünk, látjuk, hogy az emberek milyen lelkesedéssel és milyen vágyakkal teli vásárlásokba kezdenek. Én
ezúton is azt kérem mindenkitől, hogy minél visszafogottabban tegyék ezt meg, lehetőleg a személyes kontaktusok csökkentésével, emellett pedig mindenki próbálja meg ezt az ünnepi kört most úgy átélni, megélni ténylegesen a lelkében és belsőségesebben, hogy gondoljunk arra, hogy következő években is lesz még karácsony, és most azzal segítünk és azzal ajándékozunk a legtöbbet egymásnak, hogyha vigyázunk egymásra és saját magunkra is. És itt a járványidőszakban azért elnöki segítséget is nyújtott, és a közgyűlés is segítséget nyújtott az egyenruhásoknak, a mentőknek. Igen, hát rendőrségnek, mentő szolgálatnak, háziorvosoknak kiváló együttműködésünk van, és korábbi évek gyakorlata is az, hogyha bármilyen igényük van, akár felszerelési jellegű, akár programok támogatási irányában mindig állunk rendelkezésükre. Ki kell, hogy hangsúlyozzuk, hogy hála Istennek a megyében egyébként ezen szervezeteknek az ellátottsága, mind a személyi, kiváló személyi állomány tekintetében, mind az infrastruktúra, mind az eszközök tekintetében rendelkezésre áll, de mégis vannak olykor olyan fejlesztési célkitűzések, amelyek adott esetben egy plusz segítséget nyújtanak számukra. A mentősök idén két körben fordultak hozzánk. Az első körben a úgynevezett Raptor típusú ollók vásárlásának a támogatását kérték. Ezek nagyon fontos eszközök, ez egy speciális olló, amely a közúti balesetekben az öv miatt beszorult emberek kivágásában segítenek, gyakorlatilag a biztonsági övet vágják el egy pillanat alatt. Első körben ilyen eszközöket szereztünk be, a második hullám alatt pedig ózongenerátorok, mint fertőtlenítő eszközök beszerzését kérték, hiszen immáron a hagyományos helyiségeiken túl mobil vírus mintavételi egységekkel is működnek, és a mentőautók is napi rendszerességgel rengeteg beteget szállítanak, ezért ilyen eszközöket szereztünk be az ő segítésükre. Ugye megnehezíti az emberek életét ez a koronavírus járvány, de idén sem maradhatott el a megyenap, amit most egyeken rendeztek meg, igen. Miért pont egyek került választásként, és hát nem lehetett kihagyni, de miért is fontos ez a megyenap? Hát a megyenap önmagában a megyénk legfontosabb közjogi eseménye. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy egyrészt a megye egy részét bemutassuk, felhívjuk rá a figyelmet. Ráadásul olyan településeken tartjuk évről évre a megyenapot, amelyek valami olyan fontos fejlesztést hajtanak végre, vagy a maga a település fejlesztés, a település működése olyan szinten példaértékű, hogy nem csak megyei szinten, hanem akár országosan vagy nemzetközileg is példát mutathatnak. És másik fontos célkitűzése mindig a megyenapnak, hogy azokat a kiváló embereket elismerjük, akik hétköznapi emberek, de nem hétköznapi tetteket hajtanak végre, alkotnak akár oktatás, kultúra területén, akár a képzőművészet területén, vagy egyéb más területén a hétköznapoknak. Ezért is döntöttünk úgy, hogy bár nyilván maximálisan figyelembe véve és betartva a járványügyi intézkedéseket és javaslatokat, de egy szűkebb körbe mégiscsak tartsuk meg a megyenapot a kötelező, úgymond kötelező elemekkel együtt, ismerjük el ezeket a kiváló személyeket, mutassuk meg egyeket, egyeket pedig azért tudjuk tiszta szívvel és büszkén bemutatni, mert a korábban már említett Tesszeri miniszterelnöki biztos úr Pannonia szíve programjának az zászlós hajójáról beszélünk. Az elmúlt időszakban itt a településen megújult a 4 tradicionális szőlészeti borászati központ, Öreghegy, Újhegy, Kecskegödör, Körpincék, létrejött egy új városközpont, a szakrális teret rendbe tettük, eltüntettük a csúnya közműveket és közműszolgáltató épületeket, bekapcsoltuk őket ebbe a Bicske-Tarján kerékpárút hálózatba, emellett pedig, ha még a szimbolikus célkitűzéseket mutatjuk, akkor a Schwab-házat megmentettük és megújítottuk egyeken, illetőleg ami számunkra legalább annyira fontos, mint az országos turisztikai célkitűzések, hogy a helyiek számára is hasonlóan fontos fejlesztéseket valósítottunk meg, mint az ide látogatók vonatkozásában. Elindult egy új egészségház építésének támogatása, bölcsöde fejlesztésre 600 millió forintot nyert Etyek nagyközség, turisztikai látogatóközpont építésére további 300 milliót, és a Pannonia szíve programból pedig több mint 2 milliárd forint forrás érkezett ide az elmúlt időszakban, és jelenleg is vannak itt fejlesztéseink folyamatban, akár az öreghegyi buszparkolót, buszfordulót említeném, akár még a meg nem valósított egyéb fejlesztési elemeinket. Ugye itt mondjuk egyek kapcsán, de azért már felmerült így a borászat kérdése, ami Móron is ugye nagyon fontos, és a Lamberg pince megújulhat, sőt már el is kezdődtek a munkálatok. Igen, mindösszesen nagyságrendek 350 millió forint topforrást biztosítunk az önkormányzat számára a Lamberg pince megmentésére. Kettős célon, egyrészt ott van egy patinás,
több száz éves gyönyörű pince, egy közel 50 méter hosszú főpincével, amely ténylegesen olyan szinten leroblott, illetve omladozó állapotban van, hogyha ha még éveket várnánk, akkor valószínűleg egy visszafordíthatatlan helyzetet teremtene a várakozás. Másrészt pedig MOR vonatkozásában szőlészet, borászat, turisztika, ezek a legfontosabb vendégfogadó és bevételt teremtő attrakciók, események. Azon túl, hogy megmentjük ezt a régi épületet, az a célkitűzés vezényelt minket, hogy egy új turisztikai attrakciót hozzunk létre MOR-on, akár a móri bornapokhoz is hozzákapcsolva. Ennek megfelelően itt egy látványborászatot, egy borászati bemutatótermet szeretnénk megvalósítani, és az a célkitűzésünk, hogy egy interaktív tájékoztató rendszerrel is együttműködve, étteremmel, kiszolgáló rendszerrel az ideérkezők több órát el tudjanak tölteni ezen az egy helyen is MOR-on. Természetesen még egyszer mondom, hogy a bornapi események, a borkirálynő választása, borok zsűrizése és végre egy központi, önkormányzati és illő helyszínre kerülhet. Ugye még nagyon sok fejlesztés volt, amit már nem tudunk egyenként megbeszélni, de így az év vége fele is még azért adtak át utakat, alagutat, hogyha néhányat még kiemelne, hogy mik voltak fontosak még. Két nagy útfejlesztést mindenképp ki kell, hogy emeljük. Egyrészt az északi térségben a 81-26-os számú útnak a megújítását egészen Söréttől Zámolyon keresztül Csákvárig. Ehhez kapcsolódnak azok a magyar falus útfejlesztések, mint például az Etyek és Alcsútdoboz közti útfejlesztési elemek. Ez a 81-26-os számú útfejlesztés önmagában egy 2 milliárdos fejlesztési csomag. Ez azért is a szívemnek nagyon kedves, mert itt évekig küzdöttünk azon, hogy a forrás kevésnek mutatkozott, hogy ne álljunk meg adott esetben Sörédnél, vagy ne álljunk meg az Ámai körforgalomnál, hanem egészen a Csákvár település központig vigyük el ezt a fejlesztést, ahogy terveztük is. Sikerült a két országgyűlési képviselő Törő Gábor és Tesztai Zoltán segítségével kijárnunk azt, hogy plusz forrásokat kapjunk, tehát az eredeti célunk szerint eredeti műszaki tartalommal is hosszon meg tudtuk ezt az útfejlesztést valósítani a térségben élők az érintett településeken túl. Ez egy nagyon fontos közlekedési lehetőség a 81-es főút és az 1-es főút vagy az M1-es autópálya között, ahogy hallhattuk nyáron már a Balaton irányába egy eljutási alternatíva. A másik fontos útfejlesztésünk az pedig a déli térségben közel 3,5 milliárd forint összértékben a Dunaújváros Sárbogárd és a Sárbogárs Cece Paksút hálózati fejlesztésünk. Ezeket is meg tudtuk valósítani hiánytalanul. Úgyhogy ez pedig az ottani munkaerő mobilitást, gazdasági élénkítést, és ami minden útfejlesztés vonatkozásában nagyon fontos, a lakosság komfortját és balesetmentes közlekedését segítik, hiszen a baleseti statisztikák minden helyen azt igazolták, hogy ezen fejlesztésekre igenis nagyon nagy szükség van. Az alagút fejlesztés az pedig csak egy kis segítő beruházása volt annak a ominózus 40 kilométeres Bicske Etyek Tarján kerékpárút fejlesztésnek, amelyet korábban megvalósítottunk. Itt az egyes út kereszteződésénél azt láttuk, hogy a kerékpárosok, amikor haladnak át az egyes úton, ez egy veszélyforrás. Hál' Istennek baleset nem történt tudomásunk szerint, de azt láttuk, hogy ez egy veszélyes átkelési pont, ezért külön szinti alagutat és átjárást biztosítottunk a kerékpárosoknak, mint egy 325 millió forint értékben, egy teljes új alagúttal megvilágítva. Szép is lett, különálló önmagában a térségbe, bár aki a tavalyi nagyútfejlesztésünket tudja, mi már az M1-es alatt is vezettünk át kerékpárutat, tehát önmagában nem ismerünk nehéz és lehetetlen feladatokat, de ez azért is nagyon fontos ez a fejlesztési elem, mert a jövő év tekintetében Tarjántól egészen Esztergomig szeretnénk ezt a 40 kilométeres úthálózatunkat kivitelezési szinten is folytatni, hiszen ebben az évben a terveket elkészítettük és engedélyeztettük is. Akkor most már is mondta, hogy akkor nem állnak meg a fejlesztések 2021-ben sem. Mik a tervek? Hát a tervek az maximálisan a fejlesztéseink folytatása. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a lakosság és a helyi igények alapján. Ami nagyon-nagyon nagy lépés lesz a megye lakossága érdekében, az két újabb nagyon nagy úthálózat fejlesztési elem és célkitűzés. Egyrészt sokszor szóba került 81-es kétsávosítása irányában is fontos elmozdulás történt. Kezdve egészen 13-as főúttól egészen a 81-es út kétsávosításának a tervezése, az előkészületei elindultak. A jövő év vonatkozásában reményeink szerint tervekkel és környezetvédelmi hatásvizsgálattal fogunk rendelkezni. Egy fontos kérdés kapcsolódik rögtön ehhez, hogy Fehérvár vonatkozásában a 81-es miként csatlakozzon rá a meglévő körgyűrűre.
ugye itt a következő kapcsolódó feladat, amit meg kell oldani, az az OSAN, úgynevezett OSAN körforgó kérdése. Valószínűleg kell még egy pont, ahol az M7-es vonatkozásában a körgyűrűre rá tudunk lépni, és balesetmentesebben tudunk közlekedni. Majd pedig a 63-as út vonatkozásában is kétsávosítást tervezünk, M8-as autópálya. Ha ezek a fejlesztések megvalósulnak, ezek azért még hosszú éveket fognak igénybe venni, de valamennyi esetében elindult a tervezés, és valamennyi esetében sikerült azt bebizonyítanunk, hogy ezekre szükség van, és ráadásul ezek olyan hiánypótló fejlesztések, akár a 81-es kétsávosítása, akár a 63-as kétsávosítása, amelyek mondjuk az M1-es autópályát is tehermentesítik. Láthatjuk, hogy az M0-ás körgyűrű Budapest körül nem mindig oldja meg a helyzetet, sőt, sok esetben baleset van, torlódás. Ezek viszont lényeges alternatív közlekedési elemek lennének. Ezek fontosak számunkra, hogy ezek a fejlesztések elinduljanak végre. Már a tervezések, még egyszer mondom, hogy folyamatban is vannak. Természetesen az önkormányzati típusú fejlesztéseinket is folytatni szeretnénk. Itt is minél több egészségügyi beruházást szeretnénk végrehajtani, óvoda, bölcsőde fejlesztést. Ezen kívül, ami nagyon fontos lesz pont itt a pandémiás helyzet okán, még talán a korábbi éveknél is fontosabb lesz a gazdaság élénkítés. Szeretnénk minél nagyobb segítséget nyújtani a gazdasági élet szereplőinek, a gazdaságból élőknek. Teljesen át kell alakítanunk a megye munkáltatói, illetve munkaadói közti kialakult helyzetet, magát a megyének a munkaügyi helyzetét. Korábban azt mondhattuk még a tavalyi évben is, hogy immáron 2% alatti a megye átlagban a munkanélküliség, inkább potenciális munkaerőhiányról beszélhetünk, az is zömében, a déli térségben és ágazati, illetőleg időszaki jelleggel. Most azért ez a vírushelyzet alapvetően több szektort illetően felülírta ezeket az elképzeléseket. A megye foglalkoztatási helyzetét, a megye foglalkoztatási programját aként szeretnénk átalakítani, hogy minél több embernek segítséget nyújtsunk visszajutni a munkaerőpiacra, a cégek vonatkozásában pedig a gazdasági életbe, a gazdasági keringésbe, a tényleges helyzetükbe való visszajutásra. Ugye említettük tavaly, hogy a legfőbb gazdasági mutatókban immáron a vírus előtt a megye második, illetve harmadik helyre került országosan szinte az összes indikátor tekintetében. És ami nagyon fontos lesz, hogy az olyan programokat is, amikről beszéltünk, akár a klímavédelem, akár a hétköznapi útfejlesztési elemek, azokat mindet hiánytalanul fogjuk tudni folytatni az elmúlt időszakban. De ami a legfontosabb most, hogy legyünk túl ezen a járványhelyzeten, és mindenki minél előbb kerüljön az egészséget, illetően is biztonságban. Igen, ez a legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és visszatekintettünk 2020-ra, és tényleg azt kívánom, hogy egy vírusmentes 2021-es évben valósulhassanak meg ezek a fejlesztések. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Köszönöm szépen a lehetőséget, én is boldog új évet kívánok mindenkinek, és jó egészséget, ami egyébként is, de most is kiemelten a legfontosabb. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések vendége Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke volt. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!